Az 1800 lelket számláló szederkény komoly múltra tekinthet vissza. A baranyai település első írásos emlékei 1272-ből származnak, így idén komoly jubileumhoz érkezett a falu. A 750 éves évfordulóra színes programsorozattal készültek a helyiek. Nemzeti ünnepünkön a rendezvény főnapján már reggel elkezdődtek a programok. A falusi vendégfogadók 14. sütőfőző fesztiválján a szederkényi horvát nemzetiségi önkormányzat is indított egy csapatot. Szederkényi horvát önkormányzat 2002 óta működik, mint önkormányzat. A lakosság létszámát tekintve a horvát létszám körülbelül 5%-ig, az olyan 90-100 fő körülbelül egyes házasságokkal együtt, gyerekek mindenki. Általában a falunak a nagyobb programjain részt veszünk. Felkértek, hogy mint horvát önkormányzat, mint részletre, és horvát hagyományos ételt, sokat hagyományos ételt főzünk, a köcsögös babot, és hát ezt tettük meg, hogy elvállaltuk a dolgot. Sokféleképpen el lehet készíteni, az igazság az, hogy az igazi sokat bab, köcsögös bab, az nagyon régen készült már a környéken, Mohácson is valószínűleg tartom. A sima köcsögös bab az ugyanaz, mint a babgulyás, gyakorlatilag csak annyi, hogy köcsögbe fő és szabad tűzben parázs mellett. A babgulyás meg mindenféleképpen főhet, gáz, jégő fölött és bárhogyan. Az igazi sokat bab az pedig az, amikor a öregek, a mi öregjeink annak idején a köcsökbe összekészítettek minden olyan ehető valamit, ami megmaradt valamikor a spájzból, például száraz hurka, füstölt hurka, teljesen száraz, ma annyira, hogy nem lehet vele semmit csinálni, gyakorlatilag csak megfőzni és úgy megenni, és ezt kirakták a szérűre, illetve a táblának a szilóról kapáltak, meggyújtották a tüzet, és addig melegítették, amíg meg nem főtt, egyet fordultak, tüzre raktak, és így ment ez folyamatosan. Megjeveredeltek, aztán utána tovább folytatták a munkát. A sütőfőző fesztivállal párhuzamosan zajlott az első szederkényi parasztolimpia, melyen ötfős csapatok vettek részt. A versenyzőknek játékos, vicces, de embert próbáló vetélkedőkben kellett helytállniuk. Jelenleg éppen az első szederkényi parasztolimpia folyik, ez egy új kezdeményezés, mint a neve is mutatja. Sok helyen csinálnak ilyet így a környéken, és nagyon régóta terveztük ezt, és sikerült, segítséget kaptunk úgy a somogyhársaegyiaktól, mind Szerbiából a bácskatopolyai barátainktól, és ők nagyon sok tanácsot adtak, ebből állítottuk össze a feladatsorokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy már elsőre ennyi érdeklődő van, úgyhogy reméljük, nagyon jó kis vicces buli lesz ez. Ugye eddig zajlott a falusi vendéglátók sütőfőző fesztiválja, ami egy szintén nagyon érdekes rendezvény, és akkor a továbbiakban majd kulturális program lesz a sátorban, lesz egy testvértelepülési kapcsolatnak a szentesítése, itt vannak Angerból, Ausztriából a kedves barátaink, akikkel már 20 éve nagyon jó kapcsolatban vagyunk, velük szentesítjük most ezt a nem hivatalos kapcsolatot. A fellépők között szerepelt az idén 55 éves Baranya Tánc Együttes, akik az esemény előtt még egy utolsó próbát tartottak a helyszínen. Az ország egyik legismertebb táncegyüttese repertoárjában magyar táncok is szerepelnek, valamint táncszínházi darabokat is előadnak. Céljuk, hogy a fiatalok megismerjék a magyarországi horvátok kultúráját, zenéjét, szokásait és táncait. Én itt élek Szederkényben, és az anyukám részéről van horvát származásom. Annyira már nem tartjuk a hagyományokat, mert a családom főbb része sváb, úgyhogy ez a része annyira nem nagy, de én próbálom azért. Horvát gimnáziumba járok Pécsre, és igazából én vagyok a családban legjobban, aki így húz ez a horvát dolog felé. Én a szederkényi horvát önkormányzatnak köszönhetem, hogy megtaláltam ezt a tánccsoportot, és most már 6 éve lesz, hogy itt táncolok. Én egy nyári táborba mentem el, ahol szerencsére sikerült felhívnom magamra a figyelmet annyira, hogy akkor elhívtak a tánccsoportba. Most fogunk majd fellépni a tánccsoporttal, és majd holnap a rallin leszek előfutó. Szeretem, mert anyukám régen űzte, és apukám is benne van, úgyhogy azért szeretem, de én annyira nem gondolom, hogy fogok ezzel bármit kezdeni. Másnap a multidéző rali bemutatón meglestük Zsókát, aki egykori és jelenlegi versenyzőkkel együtt tesztelte járművét.